Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, a sereg már körülvette a várost lovakkal meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: Jaj, Uram, mit tegyünk? De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Úgy gondolom, mindannyiunk számára egy ismert ószövetségi történet az, ami feltárult előttünk. Szerintem a gyerekek is ismerik már hittanóráról ezt a történetet. Többször foglalkoztunk már vele igehirdetések alkalmával is, és én magam is szeretem ezt a történetet, szeretek róla prédikálni. Jó, hogy ebben a történetben, annak ellenére, hogy egy harci esemény, ami zajlik benne, nem folyik vér. Nem a brutalitás, ami megjelenik ebben a történetben, hanem Istennek gondviselő szeretete, hitet nyitogatása, ami elénk tárul. Mert mi volt a fő mondat? Ne félj! Többen vannak velünk, mint ő velük. A két főszereplőnek az életében, ott akkor, abban a harci helyzetben megjelent a félelem, főleg Géházinak, a szolgának az életében. Egészen biztos, hogy Elizeus proféta gondolataiban is ott volt a félelem, de a történetből igazából a szolgának a félelme az, ami tükröződik és elénk tárul. Két főszereplője is van, két emberi főszereplője van. Az egyik az Elizeus, a proféta, a másik pedig az ő szolgája, Géházi. A szolga szavaiban és viselkedésében a félelem, a csüggedés van jelen. És nem szólhatjuk meg őt ezért. Nem ítélhetjük el őt érte, hiszen egy szorongattatott helyzetben vannak, egy háborús helyzetben. Féltik az életüket, féltik a jövőjüket, nem tudják, mi fog velük történni, nem tudják, hogy oldják meg azt a rájuk nehezedő nehézséget. És Géháziból, a szolgából ki is fakad ez a félelem. Szeretett testvéreim, mintha a mi mondatunk lenne, hogy mi lesz, Uram, mit tegyünk, mi fog most velünk történni. Mert akármilyen korban élünk, mindig vannak megpróbáltatások az életben. Mi is egy most olyan korban élünk, ahol nehézség vesz körül bennünket, megpróbáltatások sora következik, nem tudjuk, mi lesz, nem tudjuk, hogyan fogjuk megoldani, de egyet reménység szerint mindannyian tudunk, az Isten segítségével. Az Isten nem csak az örömeinkben van jelen, hanem ahogy évek alatt megtapasztaltuk már, a nehézségben, a fájdalomban, a szorongattatott helyzetben is megmutatja magát az Isten. Csak kérni kell az Isten jelenlétét. Milyen jó, hogy megszólalhat a Szentírásban ez a jaj kiáltás. Milyen jó, hogy megszólalhat a Szentírásban, és mi ma hallhatunk arról, hogy az embereknek vannak félelmeik, és ezeket a félelmeket kibeszélhetik magukból. Kimondhatják. Milyen jó, hogy a Szentírásban megszólalhat, hogy a nehézségeink, a fenyegetettségeink miatti félelmünket, szorongásainkat az Isten nem utasítja vissza. Nem tagadja le. Nem hallgat róla, hanem beszél róla. Ahogy az ószövetségi történetben is hallhattuk. Beszél az őket, Elizeust és Géházit körülvevő félelemről és a bennük kialakult szorongásról. Hiszen rólunk szól az ige, rólunk beszél.